külügyminisztérium örvendetesen szaporodó támogatási forrásaihoz zárkózik most egy újabb, amivel szeretnénk a magyar képzőművészet nemzetközi pozícióinak javítását elérni. Ez egy olyan támogatási rendszer lesz, évente ismétlődő 150 milliós keret támogatása, amely a nemzetközi vásárokon való megjelenést támogatja, a különböző nemzetközi rendezvényeken magyar alkotók megjelenését támogatja, illetve a művészeti kiadványok, prospektusok, katalógusok megjelenését támogatja. A magyar képzőművészetben ez a neoavangárd képzőművészet egyértelműen kiderült, hogy versenyképes és izgalmas, és ez ajtókat nyit, és megteremti annak a lehetőséget, hogy a fiatal művészek, akik ma már egy globális versenyben kell, hogy helyt álljanak, azok is sikeresek tudjanak lenni. Van ebben egy-két biztató példa, de ez nem megy csak egy hosszabb távú építkezéssel, és ebben nagyon fontos a vásároknak a szerepe. Az elmúlt időszaknak a sikerei, 60-as, 70-es évek neoavangárd művészeinek a sikerei Londonban és New Yorkban azt eredményezte, hogy nagy múzeumok, Metropolitan, Tate, Pompidou, Museum Modern Art vásároltak. Ennek a tovább lépése az, hogy segíteni a galériákat abban, hogy a különböző vásárokon, ahol a gyűjtők nagy része megjelenik, ott meg tudjanak jelenni. Számunkra minden megjelenés és bemutatkozás az Magyarország hírnevét is öregbíti, de ahol lehetséges, mindig szeretnénk, ha nem is feltétlenül szorosan a vásárhoz kapcsolódóan, de valamiféle más kulturális megjelenést is hozzá telepíteni ezekhez az alkalmakhoz, hiszen minél sokszínűbben jelenünk meg, annál jobban látható a magyar sokszínűség és sokféleség.